Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor a nép nem találta Jézust, sem tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Bizony-bizony mondom nektek, felelte Jézus, nem azért, mert kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Ne olyan eledelét fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanokért, amelyek megmaradnak az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek. Őt ugyanis az atya igazolta. Erre megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Istennek azt tetszik, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. De ők így folytatták: hát te milyen csodajeleket teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így szólt: bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi, élő kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá: Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere. Felelte Jézus: aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, az ember úgy üldögél ezeken a szentírási részeken, és egyre inkább megnyílnak ezek a szavak. Sokszor el kell olvasni, hogy megelevenedjenek. Ezt szabad utólag is tenni. Az első olvasmányt az Exodusból, a kivonulás könyvéből olvastuk. A zsidóság már túl van egy nagy traumán. Egyiptomi tízcsapás, és a fáraó végre elengedi őket. Aztán üldözőbe veszi őket. Megbánja, hogy szabaddá tette őket. De bántudásuk nem esett. Elérik a Vörös-tengert, Mózes csodája révén száraz lábból átkelnek a tengeren, és már ott vannak a pusztában, mennek az ígéret földje fele. Az Úr, mondja később a zsoltáros, nagy csodákat tett velünk. És alig egy pici próba, már mindjárt zúgolódnak Mózes és Áron ellen. Minek hoztál ki bennünket Egyiptomból? Haltunk volna meg ott,
vágynak visszatérni a húsos fazekakhoz. Zúgolódnak Mózes és Áron ellen. De valójában ez a zúgolódás nem Mózes és Áron ellen van csupán, hanem Isten ellen. Az ember olyan gyorsan el tudja felejteni élete csodáit. Mennyi mindent kaptunk az Istentől. Ha csak szüleinkre visszagondolunk, testvéreinkre, az új élet születésére, mennyi csoda volt már az életünkben. És akkor jön egy megpróbáltatás, hogy bevezetőben is hallottuk itt előbb Gyuritól, akkor mindennek vége. Akkor az Isten miért engedte meg, és mert az Isten tagadások is sokan eljutnak. Testvéreim, nem csak az Istennel vagyunk így, házastársunkkal is. Milyen gyorsan meg tud változni a véleményünk egymásról. És előjön ez az örök közhely, mert te mindig, mert te soha. Olyan gyorsan el tudjuk felejteni a másik figyelmességeit, ügyességét, mellettem állását, annak sokféle formáit. Az embert olykor meg tudja kísérteni, akár az Isten kapcsolatban, akár a személyes kapcsolataiban is, a csőlátás. És ekkor jön a mert te mindig, mert te soha. Akár Isten, akár személyes kapcsolataink területén. Érdemes elgondolkozni életünkben, eddigi életünkben, Isten csodáin, Isten szépségén. A mellettünk élőnek a figyelmességén. Testvérek, csend kell, ez hiányzik. Leülni, elgondolkozni, az Úr milyen nagy csodákat tett velünk, és a mellettem élő mennyi csodát tett velem. Akkor talán nem leszünk ilyen feledékenyek. Aztán az Úr a zúgolódó népnek ígér eledelt, húst és kenyeret, később majd vizet. Az Úr mindig közel van az emberhez. Akkor is, ha az ember zúgolódik ellene. Az Isten szerető közelsége az, ami összehoz bennünket, akár ebben a mai szentmisében is. Isten közel van hozzánk szüntelen szeretetével. Közelebb, mint gondolnánk. Hadd idézzem ide a Filippi levelet megint csak, mindjárt ismerjük, tudjuk kívülről, de nem lehet eleget idézni. Jézus Krisztus az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez ragaszkodnia köllött. Emberré lett hozzánk hasonlóvá, kiürestette önmagát, ezért Isten felmagasztalta, stb. Igen, ez a mi Istenünk, aki mindig közelében van az embernek. A megtestesülésben,
a kenyéré létben, az oltári szentségben. És ez a közelség, akik fölismertük, gyűjt össze bennünket itt vasárnap reggelenként. És ez szép hitvallás önmagában. Csak nehéz órákban is tudjuk azt, hogy közel van hozzánk. Ennyit az olvasmányhoz. A Szent Leszkéhez. Világos a helyzet, hűsegyház, pogányságból, zsidóságból megtértek, veszekedések, mindegyik ragaszkodik a maga szokásaihoz, a régi életmódhoz. Efezusi levél a hagyomány szerint Pál börtönben van, és érkeznek a hírek a feszültségekről. És Pál ír egy levelet. Igazából arra a kérdésre válaszol, hogy a keresztény közösségnek van-e sajátos lelkisége, saját lelkisége. És nagyon világosan beszél Pál, mi a keresztény lelkiségnek, melyek a pólusai. Az egyik mondat, amit mond, azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon járatják az eszüket. Lejjebb mondja, vessétek le a régi embert, a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Meddig látok, meddig gondolkodok? Mi a távlatom? Ez határozza meg a hétköznapjaimat. Mindig mondom, a hajó oda köt ki, ahova a horgonyt vetem. A kurhatfába vetem a horgonyt, oda köt ki a hajó. Az ősegyházbériek ragaszkodtak a régi szokásaikhoz. Mai embert sodorja a fősodor. Pál ezt mondja, a keresztény lelkiséghez kell, hogy legyen egy szabadságunk. A fősodorból álljunk ki. Éljük a saját életünket. És mibe fogalmazza meg Pál a saját életünket? Azt mondja, tehát ne hiába valósághoz járassuk az eszünket, hanem így szól, ti nem ezt tanultátok Krisztustól. Ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. És itt mondja, hogy öltsétek föl magatokra az új embert. Mi a keresztény lelkiség? Hallgatunk Krisztusra, mert tudjuk, hogy Jézusban van az igazság. Az ideológiák, látjuk, mint a hinár, húzzák le az embert. Most ez a hét elég látványosan adja az olimpián. Elindul egy ferde gondolat, és húzza le Európát a semmibe. A saját mélységeibe. Nem ezt tanultátok Krisztustól, mondaná ma is Pál. Azt tanultuk, hogy Krisztusban van az igazság. Testvérek, nem vacillálunk. Nem megyünk a fősodorral. Hanem tudjuk,
Krisztusban van az igazság. Ez a keresztény lelkiségnek a lényege. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat. Csak ennyit kér Pál a keresztény lelkiség címén tőlünk. Az evangélium. Ez is örök emberi jelenettel kezdődik. Ugye múlt vasárnap olvastuk a kenyérszaporítás csodáját, és Jézus elmenekül az emberek elől, és a tömeg utána megy. És Jézus, amikor szembe találja magát a tömeggel, akkor hozzájuk fordul. Bizony mondom nektek, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jól laktatok. Testvérem, a vallásosságnak az örök kísértése, hogy Jézust az ajándékaiért szeretni, és nem önmagáért. Sokat elmondom ezt a gondolatot, testvéreim, de a házasságukban is megvan. Hogy miért ragaszkodom a páromhoz? Azért, amit nyújtani tud, vagy azért, aki? Mindig mondom ezt a hasonlatot, az emberben van egy ősi emlék, mikor édesanyánk még pelenkázott bennünket. Semmit nem tettünk még le az asztalra, csak ami a pelenkába volt. És anyánk tornáztatott bennünket, gyúrt bennünket, ő is nevetett ránk, mi is vigyorogtunk rá. Anyánk örült a létünknek. És az emberben ott van ez az örök vágy, hogy a létemnek örüljenek, és ne annak, amit nyújtani tudok. Egész társadalomra kiszélesíthetjük. A pápánk a múlt vasárnapi öregek és nagyszülők napján beszél arról, hogy az öregeket így emlegetik ma már, akik ellopják a jövőt a gyermekeiktől. Jézusnak is fáj, nekünk is, ha nem a létünknek örülnek, hanem csak annak, amit nyújtani tudok. És már nem tudok nyújtani, vagy a fogyasztói társadalom nem tudok fogyasztani, bújjak be elven a föld alá. Jézusnak is csak ez fáj. Bizony mondom nektek, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Hosszan lehetne és kéne erről beszélni. A következő gondolata Jézusnak, mire a mise elején is utaltam, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat tegyünk, illetve még előtte mondja Jézus, ne olyan eledelét fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Testvéreim, mai ember beéli a jólétiséggel. Ami romlandó. És Jézus azt kéri tőlünk, olyan eledelét fáradozzatok, amely megmarad az örök életre. Mi az a csapat vagyunk, akik nem érjük be a jóléttel, többre vágyunk. Múlt héten ünnepeltük Loyolai Szent Ignászt, hogy az ő jelszava volt a mágisz, a még inkább, a még többet.
Ez a kereszténység. Mágis. És akkor összeveti Jézus, ezért is az első olvasmány, a manna története, összeveti Jézus a saját testét, az oltári szentséget a mannával. Mind a kettő égből való, de a mannától meghaltak még. Az oltári szentség, az meg örök életet ad. Mikor így a tömeg kérdezi, Urunk, add nekünk ezt a kenyeret, én vagyok az élet kenyere. Felelte Jézus, aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Testvéreim, íme hitünk szent titka. Amen.